spanyoloknak az elvadult lovai Dél-Amerikába, akiket, és engedtessék meg, hogy a téma kapcsán nem véletlen használjam, amit helyett az akiket, vagy amik helyett, mert hát a lovak szent állatok. Tehát az elvadult lovakat visszaszelídítették, és ugyanezzel a módszere harcoltak, tehát ezekkel az ostorokkal, és szedték le azokat a spanyolokat, ugye a lovak hátáról, akik behozták nekik a lovakat. Nem véletlen, hogy ezek a turáni népek, mert gondolom, hogy itt ismert, hogy azért Dél-Amerikában is néhány olyan nép van, akik nem pusztítók, hanem építők, és a teljességet legalábbis keresők, és próbálják megvalósítani. Na most ezeknek a népeknek a felivelése indul el, és hadd mondjam, hogy néhány évvel ezelőtt teljesen objektíven mérve egy komoly kutató, nevét elnézést nem tudom, de a Science-ben megjelent, hogy a Föld, amikor az ellipszis pályán ugye fent a jobb felső sarokba ér, akkor néhány ezer éves aranykor köszönt a Földre, és ez a kutató exaktan megállapította, hogy ma már valóban olyan rezgések, sugárzások érik a Földet, hogy már benn vagyunk ebbe a rezgésbe. Én akkor éppen a Csurkáikféle rádió, Panorádió, ugye? Igen. Ott egyenesbe adták le a velem készített interjút, és hát mondom, itt legalább nem tudnak leállítani, elmondtam, hogy lehet itten, beleértve ezt a mi pillanatnyi közegünket is, hogy lehet itt bolsevik skanzen, mert már az jó néhány év óta sajnos. Jöhetnek ide a különrepülőgépek és a külön vonatok, de akkor is halálra ítélt ez az egész úgynevezett felépítmény, amelyik mindig is a hazugságra, a rablásra, a fosztogatásra épült, ahelyett, hogy ugyanezen szóval éljek, hogy építettek volna valamit is. Ezeknek nem kellett ilyen csimbum cirkusz, hanem egyszerűen ráálltak a kozmikus energiákra, és megvalósították azt, amiről már Jung mondta, hogy az archetipusok, ugye, jelen esetben az ősképek, az ősformák, azok mind-mind bennünk vannak. Most csak erre, mert táncba, zenébe, irodalomba, mindenben van ez, ugye? Hogy egyszerűen csak meg kell találni azt a módot, hogy lemehessünk, vagy akárhogy fölszállhassunk, hogy ezeket a ismereteket, illetve ezt a tudást megszerezhessük, és akkor magától jön. Jön irodalomba, lásd egy Vas Albert, aki meggyőződésem, hogy táltos ember volt, az egyik fia is Miklós, ugye táltos, és hadd mondjam biztatásul, mert hiszen most már a közegünkben is egyre inkább pessimistává válnak az emberek. Néhány éve a Miklós megjósolta, hogy Erdély független lesz, és idáig minden jövendőlése beteljesült. Aztán majd körbe megyünk, ugye? Remélem most ők is hallják ezt. Nemrég volt a Magyar Nemzetben egy interjú a Lovas Pistának, ahol már nevét elnézést nem tudom, egy belga-kongói asszonnyal, professzor asszony, aki 81-től fogva már Belgiumba tanít, és hát döbbenetes dolgokat mondott el ez az asszonyság. Ő az egyetlen, aki ilyen professzori rangban van, és elmondta, hogy a nyugat akkora válságban van, és olyan gondban, hogy az sokkal nagyobb, mint az afrikaiaké. Tudnék, az afrikaiaknak még megvan a hitük, megvan a lelkük. A nyugat elvesztett. A nyugat az érdekli, hogyha most ezt megvettem, hogy a következő hónapban a fizetésemből mit tudok a ketyereim mellé még megvenni. Ez totálisan leépülés. Az eszközhasználó majom. Ezek az emberek lejöttek a fáról, most várjuk, hogy vissza is menjenek, eltakarodjanak a földről, legalábbis úgy, hogy szimbolikusan ne tudjanak már tovább ártani és pusztítani. Ez az asszonyság azt is mondta, hogy a nyugati tudományosság és egyáltalán az egyetemi katedra azt jelenti, hogy azt tanítjuk, amit már előttünk elmondtak.
Tehát semmi novum, semmi olyan, amit magunkon átszűrnénk és azt adnánk, mert ez a lényeg. Hát mindenkit azért küld le a Teremtő, hogy a maga módján valamiképpen újat adjon abból a hallatlan tudásból, ami ugye benn van a kozmoszba, csak magunkon át kell szűrni, és azért mindenki valamit a sajátjából hozzáad ehhez, és mind a fogaskerekek ugye összeállnak, és nem beszélve arról, hogy szolgálnunk kell, és ugye akik ismerik a Krion könyveket, meg a mostani a világ jobbításáról, hát szóló égi megnyilatkozásokat, azok tudják, hogy ez a Föld, ez nem halálra ítélt, hanem most fog kiteljesedni. Most fog kiteljesedni azért, mert 26 évente megmérik a Föld, hogy így mondjam, szeretet energiáját. És bármennyire is lebugyutásították ezt a Földet a uraink, ezek a senkik, mert hát csak az anyagot uralják, semmi mást, ugye? Ennek ellenére az a 10 vagy 15%, akik mindig az emberiség során, mert azt hiszem talán ebben a közegben nem kell hangsúlyozni a reinkarnációnak a fontosságát és a meglétét, tehát ez a 10-15%, ez mindig tanító volt, táltos volt, gyógyító volt, és ezek most mind itt vannak, azért, hogy megemeljék a Föld rezgését. És még visszautalva itt az előttem levő előadásra, ugye nem véletlen, hogy pont a Siriusról pulzáltatják ezeket a kristálykoponyákat, hogy azok is a kristályhál, vagy a szeretethálóval, tehát a Krisztus hálóval egyetembe felhozzák a mi rezgésünket, azért, hogy végre már tényleg egy építő fordulatot fegyen ennek a bolygónak a sorsa. És legutóbb ugye 86-ban mérték meg a szeretet energiát, és olyan magasra emelkedett ez, hogy az égiek elhatározták, hogy igen, meg kell emelni a rezgésszintet. Ezért van az, hogy most bizony néhány embertől néhány, ezt idézőjelben mondanám, el kell búcsúznunk. El kell búcsúznunk, mert kiugrálnak az emeletről, mert összemennek az autókkal, mert nem bírják ezt a magas rezgést. Tudnék, ez szeretet nélkül nem megy. És ezt kellene ennek a szerencsétlen Bushnak és társainak elmondani, mert akkor nem lenne londoni merénylet, meg egyéb, mert ezt ők provokálják ki, sajnos. Ezt mi tudjuk, de hát nem a turáni gondolatok, a turáni életszemlélet nemhogy nem uralkodik, de még csak hát szóba se kerülhet, pedig már az ENSZ-ben is van ugye a vének tanácsa, ahol a természeti népeknek a bölcseit gyűjtik össze, mert azért valamivel több fogalmuk van az életben maradáshoz, és több étszájuk, mint ezeknek a szerencsétleneknek.